saját munkámmal, ugye, mint könyvvel már találkoztam sokszor, de így, hogy diafilmként látom viszont, ez egy egészen más, és azt mondhatom, hogy felemelő élmény. Több figyelmet tudtam szánni az új rajzokra, és ezért így nagyon élvezetes volt ezeket az új hiányzó kockákat megrajzolni. Szerintem a diafilm a legnagyobb varázslat, tehát ha lenne folytatás, boldog lennék, majd meglátjuk, hogy lesz-e rá igény. Most is dolgozunk éppen a negyedik köteten, és még van egy-két terv a tarsolyunkban. Azt hiszem, hogy a Mimi figuráját nagyon sokan megszerették, Mimit és az egész családját. Ja, először kitalálom a történetet, utána megírom hozzá a szöveget, oldalpárokban gondolkozom, tehát esetleg lehet arról valami vízióm, hogy ez majd hogyan is fog kinézni, de hát igazából ez Ildire van bízva, és mindig ő oldja meg nagyon profin a feladatot. Tehát én előre nem tudok az ő illusztrációira támaszkodni, legfeljebb elképzeléseim lehetnek, hogy az Ildi majd mit fog csinálni, általában jobbat csinál, mint amit én elképzelek. Egy dolog van, amire most már ilyen szemtelenül és biztosan számíthatok, hogy hát ugye ezek a nagyon kedves képek mindig úgy megdobják. erre a varázslatra mindig lehet számítani, hogy még egyet emelnek a szövegen, hozzáadnak egy plusz tartalmat. Kerek történetekről van szó, úgyhogy én így próbálok még egy kicsit vizuálisan így hozzátenni, de nem szólok bele. Szerintem a diafilm műfajának a meghittség a legfőbb titka. Úgyhogy aki szeretne egy olyan igazi, olyan téli estés, családi élményt, valami feledhetetlen melegséget, az nézzen otthon diafilmet.